Köszöntöm Önöket, szép napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Honnan jött ez az ötlet, hogy egy ilyen jótékonysági koncertet tartsanak? Mert itt az elmúlt időszakban beszéltünk már a délelőttben többször, amikor a közel-keleti keresztényeken segítenek, az afrikai keresztényeken segítenek, de valahogy Pakisztánról eddig még nem beszéltünk. Tehát a foglalói mozgalom, ahogy tudott, az egész világon el van terjedve, és a pakisztáni közösségtől kaptuk ezt az információt, hogy az ott levő kaszton kívüli gyermekek gondozása, ellátása egy szociális központban igen komoly anyagi nehézségekkel küzd, és ezért gondoltuk, hogy erre a kérésre egy módon válaszunk, és ez jutott Klárának az eszébe, hogy rendezünk egy jótékonysági koncertet. Milyen helyzetben van az ottani közösség? Én nem is gondoltam volna, hogy a Fokolára mozgalomnak van pakisztáni közössége is. Az egész világon el van terjedve, tehát ugyanazok a problémák, ugyanazok a nehézségek, ugyanazok az örömök. Itt ez a NEST nevű szociális központ, ebben dolgoznak ők, és ez a szociális központ, ez 30 évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy kint lévő ferences szerzetes, az akkori belga konzulnak a feleségével elkezdték ezeket a gyerekeket látogatni, segíteni, és tulajdonképpen ez a központ él tovább, folytatja a munkájukat, gondozzák is a gyerekeket, de be is iskolázzák a gyerekeket, mert ott minden iskoláztatásért fizetni kell, és ezek a gyerekek hindu kaszton kívüli gyerekek, tehát ahhoz, hogy egyáltalán valami fajta emberhez méltó élethelyre elinduljanak, ahhoz az iskola kell, és ez a szociális központ fizeti. Mit jelent az, hogy kaszton kívüli gyermekek? Ők akkor valahogy ilyen kitaszítottak? Teljes mértékben. Tehát olyannyira, hogy például nincsenek semmifajta dokumentumaik a szüleiknek, az ő életkorukat a fogaik és a termetek alapján úgy megsatszolják, vagy meghatározzák, amennyiben tudják, és teljes mértékben el vannak utasítva a társadalom részéről, hiszen Pakisztán, ugye úgy is hívják, hogy pakisztáni iszlám köztársaság, tehát a lakosság 96%-a iszlám vallású, és ők koldulásból, tehát ebben a klasszikus nyomorúságos körülmények között élnek, és ebben segítik őket, hogy a Klára is mondta, hogy valahogy kilépjenek ebből a világból. Egészen megdöbbentünk, amikor megtudtuk, hogy magyar forintra lefordítva egy gyermek teljes évi tanítatása 65 ezer forint. Tehát abban minden benne van. Az iskolai kvóta, a ruha, a fizetés, az étkeztetés, a tanszerek, és délután visszatérnek ebbe a szociális központba. Mennyi gyerek van itt? 130. Tehát egy csepp a tengerbe, de hát mégis valami fajta segítséget. 4-5 ezer forintot jelentene havonta. Nem, talán. Egy évre. Ja, az kizámoltuk. Igen, mert havonta itt nekem leírták. Igen, hát nagyon kevés. Persze, igen. Csak mi azt gondoltuk, hogy egy jótékonysági koncerttel egy alkalommal segítünk, aztán reménykedünk, hogy hát, hogyha lesz olyan valaki, mert erre is fölkészülünk, hogy hát, hogyha egy csoport, egy közösség, egy család, hát, ha tud vállalni egy gyereket. A magyar közösségen kívül más országokban lévő fokolár közösségek is segítenek, vagy jótékonykodnak itt a pakisztániak? Most pontosan a pakisztáni közösség, ezért a szociális központén nincs tudomásunk róla, de hát ugye akkora a világ, hogy minden infó nem jut el hozzánk, de a mozgalomnak magának a világ különböző részén, ezekben a nagyon szegény országokban különböző ilyen kezdeményezései vannak, már évtizedek óta. 30 évvel ezelőtt kezdődött ennek a NEST szociális intézménynek a működése, ez hol tart most, vagy hogyan fejlődik ez? Vannak-e támogatók? Hát most leszünk mi a támogatók, hogyha sikerül. Kaptunk képeket, és azokon a képeken mutatták, hogy hogy indult az első iskola, milyen most az iskola, hány személy, összesen 8 dolgoznak felnőttek. Azt hiszem 4 pedagógus, 2 szociális gondozó, egy koordinátor és egy vezető, nem tudom, összesen 8 ember. Tehát itt hatalmas munka van, hiszen itt a szülők is analfabéták, nincs jövedelmük, igen, nincs munkájuk. És kapcsolatuk a családokkal is, mert jöttek aztán a képek, hogy ezzel a gyerekkel, már nem tudom én, 7 éve van kapcsolat, ezt a gyereket meggyógyítottuk, mert a keze lába nem volt egészséges, szóval ők a családot is gondozzák, nem csak a gyereket, hanem ki is járnak. Ezeken a képeken lehet látni a koncerten, fogunk vetíteni képeket is, amit kaptunk. Akkor mikor állt ennek a jótékonysági koncertnek össze a programja, vagy mikor állt össze a kép, hogy ezt muszáj megrendezni? Hát ezt gyakorlatilag már tavasszal kezdtük el, mert gondoltuk, hogy nem akarunk sietni,
kettőnél már van tapasztalatunk, amikor a rohanás és a sietségnek milyen negatív visszaütői vannak, és szép nyugodtan lépésről lépésre, és ez egy másik aspektusa a koncertnek, hogy nem csak ezeket a gyerekeket tudjuk tényleg, ahogy a Klára mondta, a csepp a tengerben segíteni, hanem olyan emberekkel, olyan közösségekkel találkoztunk, akik tényleg önzetlenül adtak valamit, vagy ha más nem, akkor imádkoznak értünk, ami hát nagyon fontos, de alapvető, de egy csomó ember rámozdult, akik így vagy úgy az ügy mellé álltak, és ennél több nincs, hogyha ez nem lenne, akkor nem jön ki ezekbe az emberekbe ez a szunnyadó, ott levő pozitívum, és ez a koncert kihozta belőlük, és ez nagyon szép volt. Ahogy már mondtam, október 8-án 4 órakor lesz ez a jótékonysági koncert. Hol, és hogyan lehet rá mondjuk jegyet venni? A Szent Margit gimnáziumban van, tehát a Villányi úton, és minden egyes része ennek a koncertnek egy csoda, hogy hogy kaptuk meg a termet, hogyan jönnek segíteni a fellépők, majd a műsorról majd is biztos, hogy igen. Nincs jegy. Mert a jegyek helyett mi adományt gondoltunk. Van egy összeg, amit próbáltunk számolgatni, hogy ha ennyi meg ennyi adomány jön, akkor elérjük a célunkat, de természetes, hogyha valaki nyugdíjas, vagy diák, vagy nagycsaládos, vagy valami, akkor annyit ad, amennyit gondol, de ezt mi rá is írtuk a plakátra, hogy adományt kérünk. Hát 3000 forintot gondoltunk, az egy ilyen átlag összeg, de ezzel a gyakjára... Ahhoz képest, amilyen műsor lesz, hát valami belegondoltam. Hogy... gyorsan rápillantottam, és a kórusiskolának, a Kodály Zoltán a Magyar Kórusiskolának a Jubiláte leánykara énekel. Igen, hát az valami híresek. Csoda, nagyon. Szóval egyszerűen csoda, hogy és a Sapszon Ferenc Kossuth Díjas karnagy úrral, tanár úrral nekünk már nagyon régóta van kapcsolatunk, és egyszerűen csoda, hogy ilyen emberek vannak, komolyan, ahogy mellénk állt, és ugyanígy a Hegedűs Endre és a Katica zongorista házaspár, az Endre is ugye Kossuth Díjas, szóval olyan szeretettel, hogy elmondhatatlan, nagyon sok erőt adott akkor, amikor a sok nehézséggel találkoztunk, és a harmadik pedig a Dejtári cigánygyerek tánccsoport. Ez is egy különleges dolog, mert ugye szokták kérdezni, hogy miért olyan messzire nyúl a kezünk. Hát mondtuk, hogy most először nyúlt ilyen messzire, egyébként közelebbre nyúl, Ózdra és Dejtárra. A Fokolára közösség fiataljai nagyon szép kapcsolatban vannak, az egy külön téma lenne Ózdal, és mi pedig Dejtárral már nagyon régóta, és most ők is jönnek táncolni. Hát nagyon színes a paletta, és akkor még egy picit azért a programról beszéljünk, mert hogy a leánykar először Mária énekeket énekel, majd pedig Hegedűs Endre és Katica együtt fognak a zongorához ülni. Igen, négykezest játszanak. Hát az ők ajánlották fel ezt a programot, itt főleg a Klára volt, aki tartotta velük a kapcsolatot, és mi minden hálásak vagyunk, amit ők adnak, természetesen ők is lemondtak a tiszteletdíjukról, a díjról, és ez is egy nagyon önmagában egy különleges történet, ahogy ők ehhez hozzáálltak, ahogy erre rámozdultak, ahogy önzetlenül ajánlották fel a szolgáltatás, nem is szolgáltatás, a művészetüket. És hát utána pedig újra majd a kórus iskolának a jubilátekara Kodály darabokat fog énekelni, ez a jubileumi év van, igen. És hát Sapszon Ferenc fog vezényelni. Igen. Lehet még jelentkezni? Hogyan lehet regisztrálni erre a koncertre? Lehet regisztrálni a fokolare.hu honlapon, ott is, de azt mondtuk, hogy mert erre a plakátra is rá van írva, hogy ott is lehet. Tehát ha valaki odajön, ott annyit ad, amennyit próbál, ott is elfogadjuk az adományt, de lehet regisztrálni is, és lehet átutalni is a bankszámlaszámon. A Magyar Kuríron is rajta van a bankszámlaszám, minden, csak rá kell kattintani. És végezetül, hogyan jut el majd ez a segítség a pakisztáni gyerekekhez, ehhez az intézményhez? Hát, kötelezve vagyunk, mert az Artisiusnál is bejelentettük, úgyhogy ez most teljesen hivatalosan megy az egész, és át kell utalni. Azt hittem, hogy mondjuk lesz esetleg egy látogatás az ottani közösségnél. Hát, az kicsit messze van. A utazási költség, szívesen, megmondtam, hogy szintén szívesen kimennénk, de legalábbis ezt nem terveztük, vagy nem gondoltunk hát, erre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt és Klára, itt voltak velünk, és várunk mindenki szeretettel, mert szeretnénk, ha a terem tele lenne, főleg a gyerekek miatt, akik jönnek szerepelni. Akkor nagyon szép előkészületeket és köszönjük. Szép koncertet kívánok. Köszönjük szépen.